annak, akik előzetesen böngészgették a népsportot, hogyan állnak majd fel az együttesek, hiszen Dalnoki Jenő először Fischert adta meg középcsatárnak, nos, bár ezt a számozás éppenséggel nem tükrözi, most Bánki József lesz a center a zöldfehéreknél. Talapa van a kezdőcsapatban, és Turner, és játszik Fodor, akinek pedig a bokája fájt, de erre a mérkőzésre mégiscsak kezdőember. Megint őt keresik, de túlságosan lapos volt. Takács, Jancsika. Megint Takács. Remekül veszi észre Zsinkát. Ez is jó lehet, Szántó gól! Ha nem is a szögletből, de az egykori válogatott Szántó Gábor bizonyítja, hogy jól fejel, vezet a Ferencváros. Nem hiába jött előre tehát az egykori Diósgyőri, itt belül érdemes figyelni a helyezkedését, Zsinkánál van a labda. Jól jön befelé, szépen bólint rá Szántó, vezet a Ferencváros. A harmadik perc, a harmadik ferencvárosi szöglet. Szántó. Strauss! Jól megy el, három ember mellett is. Falkovics. Zsinka mutatja magát. Zsinka visszaszerzi, becsületére legyen mondva. Zsinka még, és Gáspár. És szerencséje van az MTK kapusnak, olyan erős volt a lövés, hogy egy pillanatra tovább csúszott a kezei között, és a térdén akad meg a labda. Zsinka fantasztikusan harcias ennél a jelenetnél. Kiverekszi magának valósággal a helyzetet. És a szöglet elvégzésére nincs is idő, mert Makó pontosan 45 perc leteltével lefújja az első félidőt, amely ferencvárosi fölényt hozott. Az MTKVM túlságosan a védekezéssel törődik, és kapura egyáltalán nem volt veszélyes. Így tehát a zöldfehérek 1-0-ás vezetése egyelőre teljesen megért. Katzenbach. Meg is tűzi becsületesen, Zsiborás későn vetődött érte, szerencsé. Durtócki. Strauss lép oda, talapa. Katzenbach tisztán veheti át, onnan már lőtt ebből a távolságból az előbb. Kékesi. Boda, gól. 1-1, Zsiborás megint beragad. Boda kibújik, egyenlít az MTK. Második félidő, 20. perc. Kékesi remekül teszi keresztbe a labdát. Boda jön, Zsiborás vár, az ötösön belülről lényegében, ahonnan Boda fejel. Ilyen hosszú átívelt labdakapus hiba, még akkor is a Boda, és azért őt meg kell feltétlenül dicsérni, remekül bújik ki, és befejeli, ha már ott a lehetőség. Horváth. Ellökik Zsinkát, közben előnyszabály, Bánki. Zsinka lép ki. És Zsivócki. Belelövi egy védőbe, méghozzá Vargába. Nagyon jó szögből szabadrúgás. Mindenki előre megy, illetve védekezik. Bánki. Óriási helyzetet hagyott ki. És még annyit csöndben megjegyezhetünk, hiszen örökrangadóról indultunk, hogy bizony mind a két együttes egyelőre elég messze van az elődök nagy hírétől, játék tudásától. Ebedlé.
Ámori csúszta, Dzsivocki, kapufal! És ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. Nem sikerült gólt találni a Ferencvárosnak az utolsó pillanatokban, csak egy nagy kapufát. Így tehát marad, miután ez a helyzet kimaradt, az 1-1-es döntetlen. Kétségkívül a pontszerzésnek a vendégek örülhetnek.